Sajtótájékoztatóval egybekötött bejáráson vett részt Tarlós István főpolgármester, valamint Német Zsolt országgyűlési képviselő a megújult Budafok kocsi színben. A remíz a tervek szerint egy hónap múlva kezdi elfogadni a villamosokat. Valaki még emlékszik a papírra és a szeruzára, és előveszi és készít egy tárgyilagos leltárt arról, hogy mi az, ami megvalósult az utóbbi hét és fél évben, nem tud mást megállapítani, mint hogy ez több, mint ami előtte évtizedekig történt. Budapest főpolgármestere példaként hozta fel a négyes metró befejezését, a hármas metró felújítási munkálatait, az árvízvédelmi munkákat, a Szennyvíz csatorna hálózat kiépítésénél elért eredményeket, a Marki projektet, valamint a BKV járműállományának cseréjét is. Német Zsolt Országgyűlési képviselő méltatta a főváros és a kormányzat szoros együttműködését, kiemelve a közösségi közlekedésben elért eredményeket, így az egyes villamos útvonalának bővítését, a fonódó villamos hálózat kialakítását, valamint a budafoki remisz korszerűsítését is. Nagyon örülök annak is, hogy egy ilyen ö, ö, csodálatos intézménnyel, ezzel a kocsiszínnel gazdagodik dél a közlekedése, itt a két polgármester úr ö, ö, azt hiszem, hogy a legfontosabb feladatai között tartja számon, hogy hogyan lehet a közösségi közlekedést fejleszteni, és eredményeink vannak. Német Zsolt kitért arra is, hogy a felújítása az ingatlan állapotának romlásán kívül azért is szükség volt, hogy a kocsi szín megfeleljen a technológiai fejlődésnek és igényeknek. A kötött pályás közlekedés átstruktúrálása során a bodai fonódó hálózatban forgalomba állított új alacsony padlós cafillamosok, valamint az egyes vonal járműveinek üzemeltetésére is alkalmas helyszínt alakítottak ki a területen, amelyet májusban adnak át.